A tavaly óta tartó takarmányár emelkedés sajnos már áldozatokat is követelt. Vannak például olyan baromfi hízlalással foglalkozó termelők, akik úgy döntöttek, egyelőre szüneteltetik ezt a tevékenységet. A folyamatos veszteségtermelés helyett inkább a munkásaikat a gazdaságukon belül átcsoportosítják, hogy ne kelljen őket elbocsátani. A helyzet mindenképpen valamiféle beavatkozást igényel, mert a 2020-as agrárcenzus megmutatta, hogy az állattenyésztési ágazat aránya a mezőgazdaságon belül tovább romlott, holott szinte minden fórumon azt hallani, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazat értékesítésében növelni kell a feldolgozott termékek arányát. Ezért rendkívül szükségesnek ítélem az állami odafigyelést, az állami támogatást, a nemzeti támogatások egy részének az állattenyésztésbe való bizonyos átcsoportosítását, bizonyos termeléshez kötött támogatásoknak a kialakítását. Ezt kell kihasználnunk, hogy bizony ezt a válságot is túléljük úgy, mint annak idején, ugye 6-7 évvel ezelőtt a tejválságot, hiszen akkor Európa legnagyobb támogatását kapta a magyar termelő, azzal együtt, hogy bizony akkor is nagyon-nagyon oda kellett neki figyelni az életben maradásra, nagyon oda kellett figyelni a költségcsökkentésre, és bizony nagyon komoly részt vállalt a válság áthidalásába. De együttes erővel akkor is sikerült ezt megoldani, hogy nem csökkent az állomány, a tejelőállományon stagnált, és ezt kell elérnünk most is minden ágazatba, mert hosszú távon igenis emelkedni kell az áraknak. Minden szakértő azt mondja, hogy az inputanyagok árának emelkedése előbb-utóbb növeli a fogyasztói árakat, bár ezt az akciós húsárakon még nem látni. Az állattartóknak azonban a leálláson kívül nyilván a termelés takarékos fenntartása és a fejlesztés az alternatíva. Ezt viszont azért már nagyon sokszor elmondtuk az állattenyésztőknek, hogy a saját maguk által csökkenthető költségeket tegyék meg. Meg is teszik. Tehát itt, ebbe a tekintetben lassan már a végére járunk, hiszen a precíziós állattenyésztés is kezd mind nagyobb teret ölteni. Bizony azok a telepek, amely korszerű technológiával, innovatív beruházással rendelkeznek, ott a határon vannak a költségmegtakarítás tekintetében. De egy olyan külső erő, mint a takarmány ár emelkedés, de ebbe mondhatok mást is, hiszen a csomagoló anyagok ára is emelkedik, a higiéniai szabályok betartásának költségei is emelkednek. A forint és valuta árfolyamnak a kedvezőtlen változása ugyancsak sújtja nyilvánvaló az állattenyésztőket. Nem beszélve arról a rendkívül sok állati és állattenyésztés sújtó vírusról, ami az elmúlt időszakban az ágazatokat érintette. Itt beszélhetünk a madárinfluenzáról, az afrikai sertéspestisről, vagy épp a Covid vírusról, amellyel az utóbbi időszakban meg kellett a mezőgazdaságban küzdeni. De hát ahogy mondani szokás, teher alatt nő a pálma, vagyis azok a termelők, akik hivatásként tekintenek az állattenyésztésre vagy az agráriumra, meg fogják találni azokat a lehetőségeket, hogy a termelést a jelenlegi vagy akár magasabb színvonalon is folytassák. A jelen helyzetben a termelés felfüggesztése mellett döntő gazdálkodó a leállást istálló fejlesztésre, új technológia bevezetésére is felhasználhatja, vagy egy ilyen helyzet lehetőséget ad a családi munkamegosztás és felelősségi rendszer átalakítására is. A cél, hogy működjön az ágazat. És amikor egy generációváltásról beszélünk az állattenyésztésben, a mezőgazdaságban is általában, akkor a fiatalokat ebben a nagyon szép, de nagyon kemény pályára kell orientálni. És ha nincs megélhetési lehetőség benne, nincs stabilan kiszámítható jövedelem, akkor bizony nagyon nehéz lesz a ifjú gazdákat az állattenyésztésre rábírni. Hiszen nekik is a idejük, szabadságuk, tevékenységük van, családjuk van, amire időt akarnak szánni, és ez bizony 365 vagy 366 napos elfoglaltság. Még egyszer mondom, nagyon szép, nagyon kreatív munka, de nagyon is kemény és emberpróbáló feladat ez.